Köszöntöm nézőinket, Önök kaposmenti magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már jön is rövid összefoglalónk. Januártól újra lesz postai szolgáltatás Újdonbováron, ez is elhangzott a testületi ülésen. 16 millió forintból újult meg a csikostöttősi Szent Háromság templom. Megnyújtották a negyedik gyertyát Dombováron. Idei utolsó ülését tartotta a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás. Karácsonyi műsorral lepte meg az idősebb generációt a dombovári önkormányzat. Megtartotta idei utolsó képviselő testületi ülését Dombovár város önkormányzata. A napirendi pontok közül zárt ülésen tárgyalták a képviselők az önkormányzat és intézményei részére a 2023. évi villamosenergia, illetve földgáz ellátás beszerzéséről szóló előterjesztést. Szó esett arról is, hogy a településen működő mammográfiás szűrőbuszon 1021 hölgy szűrése történt meg. A 2022-es év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával 17 napirendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre Dombováron. Azt gondolom, mind a 17 pont a maga módján fajsúlyos volt, de vannak kiemelkedő napirendi pontok a mai napülésén. Első napirendi pontként elfogadtuk a város gördülő fejlesztési tervének a módosítását 2023-tól 36-ig, majd ezt követően felülvizsgáltunk néhány rendeletet, köztisztségviselői életmény alapot is többek között. Azt gondolom, hogy eljutottunk arra a pontra, és erről őszintén kell beszélni, amikor az energiaárváltozások és egyéb alapanyagárak mentén január 1-től ugye a szolgáltató közvetítési díját emelte az önkormányzat felé, ezért jó magunk is kénytelenek voltunk egy picit felülvizsgálni a szülők által fizetendő térítési díjakat. Azt gondolom, hogy az a 30% nyersanyag norma, ami érvényesíthető a szülők felé, és megjelenik a számokban, azt tudom mondani, hogy 20-30 forintokat jelent térítési díjonként naponta, tehát igyekeztük a lehetőleg optimálisabb és humánusabb megoldást elfogadni és választani. Természetesen meghatároztuk 2023 évi munkatervünket, ami egy kötelező napirendi pont volt, elfogadtuk a 2023 évi rendendő naptárunkat, amiben semmi új dolog nem került bele, pont ugyanolyan, mint a 2022-es volt. 2023 évi belsőnösi tervét is elfogadta az önkormányzat, és én nagyon fontos, hogy a prudenciális szabályok betartása mellett működjünk, és semmiféle állomásztartási törvényszegés ne kövessünk el. November közepétől ideglenesett több postahelyen is felfüggesztette szolgáltatását a Magyar Posta, köztük szerepelt az újdombovári is. Ezzel nem értett egyet a város vezetése, és lépéseket tettek annak érdekében, hogy újra kinyisson a sokak által igénybe vett hivatal. Ezek a tárgyalások ezek elkezdődtek, és azt gondolom, hogy lakosság szempontjából nyugvópontra helyeződtek, hiszen úgy döntött a képviselőtestület, hogy vállalja azokat a költségeket, amelyek mentén egy szolgáltatási díj megfizetése után a Magyar Posta január 1-jével újból megnyitja kapuit és várja az újdonbovárjakat, illetve bárkit, aki abban a postában szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni. Nyilván ez egy 18 hónapos szerződés, ami azt jelenti, hogy 2024. június 30-áig ez a posta egész biztos, hogy fog működni. Nyilván az, hogy ennek mennyi az ára és miért ennyi az ára, ez azért némi aggodalomra ad okot, hiszen aránytalan nagy költségeket ró az önkormányzatra, hiszen 22,4 millió forint plusz áfát kell megfizetnünk, ami, hogyha megnézzük, gyakorlatilag több mint havi 2 millió forintot fog kitenni. Én nagyon remélem, hogy ezek a tárgyalások elkezdődtek, eljutottunk odáig, hogy aláírom a szerződést, kinyílik a posta, de azt gondolom, hogy árkérdésben semmiképpen ezek nem tekintetőek lezártnak, hiszen egy picit úgy érzem, hogy a fallozótunk állítva az időrövidsége miatt, és hiszem, hogy racionális, konstruktív együttműködés mentén ebbe az árba egy picit azért tudunk faragni is, hiszen azért ez azt gondolom, hogy aránytalanul magas. Zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők Dombovár város önkormányzata és intézményei részére a 2023-as évi villamosenergia, illetve földgázellátás beszerzéséről. A zárt ülésen sem titkokat tárgyalt, csak miután versenyből hirdettünk eredményeket. Itt két nagyon fontos eredményhirdetés megtörtént. 2023 évre megvan a villanyszolgáltatója a városnak, és megvan a gázszolgáltatója is. Reménykedtünk benne, hogy a végső menedéki státuszból, hogyha kikerülünk, és részt veszünk a központosított állami beszerzésben, sikeresen fogunk eljárni.
Remélem, hogy ezek az árak, amelyeket most sikerült elérnünk, kigazdálkodhatók lesznek a város költségvetéséből, és sehol nem kerül sor majd ellátás megszüntetésére. A napirendi pontok között ugyan nem szerepelt, de Dombóvár város polgármestere a nemrégiben helyben elérhető mammográfiás szűrőbusz látogatottságáról is beszámolt stábunknak. Azt hiszem, hogy egy példátlan összefogás sikerhez vezetett. Mindezek ellenére, hogy a 16 településből néhány elenyésző számú az elején még nem kívánt részt venni ebbe a partnerségbe, de pont a tegnapnap folyamán, miután ők is azonosultak azzal, és szembesültek vele, hogy az ő településükről is hány hölgy vette igénybe ezt a szolgáltatást, eldőlt a sor, csak is aláírta mindenki a szerződést. Nyilván nagyon fontos, hogy az elmúlt 4 hétben több mint 1000 résztvevő jelentkezett. 1000-re számoltunk, és pont ezerre néztem meg az összesítést, azt hiszem 21-el voltak többen, úgyhogy szeretném megköszönni a szolgáltatónak, és hogy az utolsó 21-nek is szűrését is elkövette. Hiszem is, remélem, hogy ez a történet tovább fog folytatódni, hiszen ez egy nagyon fontos megelőzés vizsgálat, és azt is hiszem, hogy kedvező feltételekkel, most az önkormányzatok részéről mondom, és hosszabb időintervallumban, vagy évente akár kétszer is ez a busz meg tudja lenni Dombaváron, és a környékbeli hölgyeknek tudja nyújtani ezt a szolgáltatást. 16 millió forintból újult meg a Csikostöttösi Szentháromság templom. A korszerűsítés során a tetőszerkezet mellett többek között a homlokzat és a lábazat javítása is megtörtént a templomon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón kiemelte, erős keresztény közösség fenntartásával van jövője a magyar nemzetnek. A Csikostöttösi Szentháromság templomon az elmúlt hónapokban a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatásából és 1 millió forint adományból valósult meg a tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés készítése, függőeresz kialakítása és lefolyó csatorna szerelése. Ezen felül a homlokzat és a lábazat javítása, vakolatjavítás, festés és mázolás is történt a templom külső szerkezetén. A szentelési szertartáson Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a mostani nehéz helyzetben kiemelten fontosnak tartják az egyházak közösségépítő és erősítő munkáját. Az elmúlt időszakban az egész országban, a Kárpát-medencében is a legtöbb templomot sikerült felújítani. Ez körülbelül 3000 templomot, illetve egyházi közösségi teret jelentett. 200 új templomot is ezek közül építettünk, és én azt gondolom, hogy ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy a közösségeinket, egyházi közösségeinket is meg tudjuk erősíteni. Csikostöttösen is 15 millió forintot biztosított a kormány erre a felújításra, külső felújításra, a belső még nem készült el, és 1 millió forintos adomány, magánadomány általi 16 millió forint lehetett fordítani a restaurálásra. Remélem, hogy a belső és a templomnak 2023 folyamán el tud készülni, és akkor tényleg külsejében, belsejében is egy megújult, szép katolikus templommal találkozhatnak majd a hívek. A szentelési szertartást Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a pécsi székesegyház plébánosa, valamint Kovács Ferenc helyi plébános celebrálták. A pécsi egyházmegyének sok közössége van, amelyek közül több apró falvakban, a jelentős részük kis közösség, amelyek saját forrásból nem tudják megvalósítani a templomok felújítását, fogalmazta meg a püspöki helynök. Számunkra mindig egy nagy ajándék, amikor egy-egy szent helyünket, amely a közösségnek a befogadására épül, sikerül csinosítani, szépíteni, és különösen akkor, amikor ilyen nagyobb munkálatokat sikerül megoldani. A közösségnek az erejéből, vagy inkább támogatásból, adományozók jóvoltából, mert ez valamiféleképpen azt is mutatja, hogy ez a közösség él, igénye van arra, hogy használja ezeket az épületeket, szeretnék megtölteni élettel, és hát mi az életpártyán vagyunk, tehát örülünk annak, hogyha ha valaki Istennel keresi a kapcsolatot, és nem csak egyéni formában egyedül, hanem közösségben is, testvérekkel együtt. Az egyházmegye szerte sok közösségünk van, ugye Baranya, Aprófalvas, Tolna, talán nagyobb települések vannak, de a közösségeink
jelentős része eléggé kis közösség, és saját forrásból nem tudják előteremteni azokat a nagy összegeket, amelyek egy-egy templomnak megújításához szükségesek. Ezért fontos minden támogatás, a magyar kormánynak a támogatása is, amit módszeresen egy program szerint juttatnak a különböző vallási közösségeknek. És hát az a szerencsés itt ebben a mostani helyzetben, hogy más támogatók is akadtak, tehát más is hozzá tudott járulni. Mindig az a jó, hogyha több-több oldalról sikerül bevonni tőkét egy-egy felújításba, sokkal inkább mindenki magának érzi utána az elkészült művet. A szentelés alkalmával Pintér Szilárd, a Csikostöttősi Faluszépítő Egyesület alelnöke örömét fejezte ki a beruházás megvalósulásáért. Tető volt a probléma, már évek óta házott a templom. 2020-ban egy szapár pályázat mentén, amikor még Csikostöttősen voltam polgármester, megszüntettük a statikai hibákat, de sajnos azóta nem volt lehetőségünk a tetőéjezet felújítására. 2022-ben értünk ezzel a lehetőséggel, és a Bethlen Gábor alapítvány segítségét is együtt dolgozva a plébániával nyertünk közel 15 millió forintot. Ez a 15 millió forinthoz még egy magánszemély adományát is hozzátettük, és nagy öröm számomra, hogy itt advent 4. vasárnapja előtt sikerült a felújított templomot átadnunk. Nyilván a belső képekből látszik, hogy van még munka, de hiszenek benne, hogy a közelő években ezt a belső felújítást is el tudjuk követni. És a 18. század második felében épült templom még több évszázadon keresztül fogadja a csikostöttősi közösséget, és jó szolgálatot tesz, hiszen azt gondolom, hogy ez a közösség ma is él, ugyan csekély számban látogatják a templomot, de a fiatalságban bízom, és hiszem, hogy újból újra lesz egy olyan generáció, aki meg fogja ezt tölteni. A külsőleg felújított csikostöttősi Szentháromság templom egy újabb forrásra vár, amelyből a belső tér is megújulhat majd. Meggyújtották a negyedik gyertyát is a városi adventi koszorún, Dombováron. Az Arany Vasárnap tartott kulturális rendezvényre megtelt a Hunyadi tér. A Szent Orsolya Bencés Iskola Központ és az MMS Eszterházi Miklós Technikum ünnepi műsora nyitotta meg advent negyedik vasárnapjának programjait Dombováron. Az esemény idejére a művelődési ház előtti rendezvénytér is megtelt a karácsonyra készülő emberekkel. Ez egy csodálatos dolog, hogy az ember lelkileg fölkészüljön a karácsonyra. És nagyon örülök, hogy ennyi szervezés van Dombováron most az advent időszakában. Úgyhogy szép volt most is ez a műsor, nagyon tetszett. Lelkileg is készülök, ajándékkal is készülök, főzéssel is készülök. Tehát mindenhogyan készülök. Örülünk neki, hogy ilyen rendezvények is vannak ebbe a városba, és tulajdonképpen nagyon jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy jövőre is lesz rá lehetőség, és gyönyörű, szép volt minden, az előadás, a műsor, a gyerekek aranyosak, mindenkinek boldog karácsony. A férfi azt is elmondta, nagyon várják már az ünnepeket. Otthon, meg itt családi környezetbe, cserépkályha melegénél kellemes estéket fogunk eltölteni. Van 4 unoka, innentől kezdve nem kell mire gondolnunk, hogy hol töltjük a karácsonyt. Az eseményen meggyújtották a város adventi koszorújának 4. gyertyáját is. Többen voltak, akik a röpködő mínuszok ellenére gyerekekkel mentek ki a rendezvénytérre. Kim voltunk már, ez már a harmadik alkalommal jöttünk ki. Most igazából ami főleg vonzott minket, az a Deli Orsiéknak az éneklése. A kislány nagy rajongó, úgyhogy ezt most nem hagyjuk ki. Nagyon örülök neki, hogy ma jó időben tudtunk idejönni, és a jó időt arra értem, hogy tényleg tél van. Röpködnek a mínuszok, nagyon sok ember, nagyon sok fiatal, és úgy látom, hogy jól érzik magukat. Én szeretném minden intézményünknek megköszönni, hogy mind a 4 hétvégén kivették a részüket, és helyi erővel tudtuk megtölteni a színpadot. Ugyan első advent vasárnapján elmondtam, hogy nagyon szerettük volna a műjégpályát, ezért nem volt rá lehetőség. Remélem, hogy a sors majd még kárpotol minket, de azt gondolom nem járt lemondással, hiszen mosolygó emberekkel találkoztam estéről estére. Hiszem, hogy a 4. vasárnap után felkészültünk a karácsonyra, egy hét választ el minket, és meg is ragadom az alkalmat, hogy mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, és azért az új évben még egy picit visszvárnék, hiszen szilveszteri futásra várunk mindenkit december 31-én adományoknak megfelelően. Regisztrálni szilveszter napján délután 2 órától lehet, a rajt pedig 15 órakor indul el innen a Hunyadi térről.
Megtartotta idei utolsó ülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás is, ahol összegzést hallhattak a területi operatív programról, valamint a térség közbiztonságáról is a polgármesterek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a településvezetőknek azért a kiemelkedő munkáért, amelynek szemmel látható eredményei vannak a térségben. A 2022-es év utolsó ülését tartotta meg a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás. A 16 település képviselőire 3 napi rendi pont várt a délelőtt folyamán. Az ülés helyszínéül ezúttal Szakcs település szolgált. Az év zárásául szolgálva Szakcs magára vállalta azt a megtisztelő szerepet, hogy helyet adjon vagy biztosítson ennek az évzáró rendezvénynek. Maga a társulás munkaszervezete és maga a társulás tanács, azt gondolom az év eddigi szakába elvégezte az oroszlán részét a munkának. A mai nap inkább arról szól, hogy együtt legyünk és lezárjuk az évet. A településvezetők nem csak az ülések alkalmával tartják a kapcsolatot a mindennapok folyamán. Viszonylag kis létszámú térségről beszélünk, 16 településből áll. Azt gondolom a szomszéd polgármesterekkel szinte napi kapcsolatba tudunk lenni. Nyilván aki messzebbről érkezik, ővel inkább a testületüléseken vagy társulásüléseken találkozunk és vitatjuk meg az aktuális témákat. Az információ áramlásnak egy jelentős ágya maga a társulás működése, akár pályázati témákban, vagy akár közösen fenntartott intézmények tekintetében minden új hír elsőként a társulási csatornákon keresztül érkezik a település vezetőknek. A Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás ülésének időről időre másik település ad otthont. Lehet látni egymás települése, hogy fejlődik. Vendégül láthatjuk a másikat, aki ugyanezt megtette velünk az előző időszakban. Ez egy kölcsönös és fontos és jó kapcsolat alapja. A 2022-es év utolsó társulási ülésére meghívást kapott a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki megköszönte a polgármestereknek azt a kiemelkedő munkát, amelynek szemmel látható eredményei vannak a térségben. A dombovári rendőrkapitányság vezetője, Bognár Szilveszter elmondta, a térség közrendje, közbiztonsága rendben van. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatoknak az együttműködésért. A Tolna megyei önkormányzat elnöke, Fehérvári Tamás, a sok fejlesztéshez forrás biztosító területi operatív programról mondta el gondolatait az ülés alkalmával. A településvezetők meghatározták és elfogadták a 2023-as év munkatervét Szakcson, ahol egy közös ebéddel zárták az évet. Dombováron nem feledkeznek meg az idősebb korosztályról. Az elmúlt időszakban számos olyan kezdeményezés volt, amely a korosztály szociális problémáinak megoldására irányult. Karácsony közelettével idén is egy ünnepi műsorral lepték meg őket. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one of those open sleigh. Vastag Tamás szórakoztatta a dombovári idősebb generációt a kimondottan számukra megszervezett karácsonyi ünnepségen. A város és vezetői fontosnak tartják, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik hosszú munkával eltöltött évek után közöttük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Annak örülünk a legjobban, hogy ezt is történelmentesen meg tudtuk szervezni, hiszen a pandémia ebbe is azért hagyott nyomokat. Nagyon fontosak számunkra az idősek, és azon, hogy a társadalom szempontjából is nagyon fontosak, hiszen akik nem ismeri a múltját, az nem tudja a jövőjét se is, nem jó él a mindennapokban sem. Az időseket mindig meg kell becsülnünk. Azt gondoljuk, hogy ez a rendezvény advent 3. és 4. vasárnapja közt van mindig megtartva. Olyan egyedülálló idős szívében is hozza a melegséget, aki egyébként nap mint nap ezzel nem találkozik. Annak örülök, hogy teltházas mindig ez a rendezvény, és olyan embereket is meg tudunk mozgatni, akikkel évente csak párszor van szerencsénk találkozni. Az idejében és az előző évekhez hasonlóan olyan előadót próbáltunk keresni, akik az ő érdeklődéséhez számot tart, és azt is megszokták már, és az idén is eleget tudunk tenni ennek a kihívásnak, hogy a végén mindenkinek egy szerény ajándékot is át tudunk nyújtani képviselőtársaimmal együtt. Az idősebb generáció tagjairól a hétköznapok folyamán sem feledkezik meg Dombovár város önkormányzata. Remélem, hogy az az ellátó rendszer, amely működik Dombováron, mindenkit megtalál, hiszen a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és egyéb olyan apró cseprő gondoknak a megoldására nyitottak vagyunk, amely felmerül náluk. Évek óta működtetünk már egy ingyenesen hívható telefonszámot,
és nyilván azt gondolom, hogy nincsenek kőbevésett dolgok, nincs olyan kérés, aminek ne tudnánk eleget tenni, és nem szeretnénk eleget tenni, és mindig arra biztatok mindenkit, hogy bátran hívja ezt a zöld számot. A város által szervezett idősek karácsonyának már hagyománya van a településen. Az előbb már említettem, hogy igyekszünk mindig olyan előadót találni, aki az ő érdeklődésükre számot tart. Az idén egy picit talán egy fiatal emberre esett a választás, az előző években is. Azt gondolom, hogy nagyon jó kontrasztos, hogy idősek adventje van, és őket a fiatalok szórakoztatják. Meghívott, ezt nem küldünk ki, mindig meghirdetjük az eseményt, regisztrálni kell, 400 fő befogadására alkalmas a színháztermünk. Azt tudom mondani, hogy az első héten elfogyott az összes regisztrációs jegy, tehát gyakorlatilag 5-6 héttel ezelőtt hirdettük meg, és hát sajnos 4-5 hete már nem lehet ide regisztrációs jegyet szerezni. Az ünnepség alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket. Beszédében az idősek tisztelete és nagyra becsülése mellett összefoglalta, 2010 óta milyen jobbító intézkedéseket hozott a kormány a nyugdíjasok védelmében. Egy nagyon kedves gesztus, ez is bizonyítja azt, hogy általában az önkormányzatok, de a dombóvári önkormányzat biztosan, odafigyel az idősebb polgáraira, hiszen tudja azt, hogy önöknek köszönhető az, hogy a városnak ilyen képe van, hiszen az elmúlt évtizedekben önök az aktív munkájuk alkalmával idején építették úgy ezt a várost, amilyennek mi megtapasztalhatjuk, illetve hogy mi azt önöktől megkaptuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az adventi műsor egyfajta tisztelgés is önök előtt, és talán sikerül önöket is ráhangolnia már az ünnepi várakozásra. Kívánok mindannyiuknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket. A színházterem megtelt érdeklődőkkel, akik örömmel hallgatták a nem csak karácsonyi dalokból álló egyveleget Vastag Tamástól. És a szerelem a beindul, nincs megállás. Az előadást követően Pintér Szilárd polgármester és képviselő társai szaloncukorral kedveskedtek az ünnepségen résztvevőknek. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!